Október 23. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Erőd és a kegyelemben való növekedésed kizárólag egy forrásból eredhet. Ha a kísértések és próbák között bátran kiállsz az igazság mellett, a győzelem a tied, és egy lépéssel már is közelebb kerülsz a tökéletes keresztényi jellem eléréséhez. Lelked kamráit szent és mennyei világosság ragyogja be. Tiszta és kellemes légkör vesz körül. Kiváltságunk az, hogy a menny világosságának fényében járjunk. Énok is így járt Istennel, és neki sem volt könnyebb szent életet élni akkor, mint ma nekünk. A világ az ő idejében sem kedvezett jobban a kegyelemben és szentségben való növekedésnek, mint ma. A romlottságot, amely kívánság által van a világunkban, Énok az imádság és az Istennel való beszélgetés által kerülte el. Az utolsó idők veszedelmes napjaiban nekünk ugyanebből a forrásból kell erőt merítenünk. Istennel kell járnunk. El kell különülnünk a világtól, mert ha nem követjük a hűséges Énok példáját, nem menekülhetünk meg a szennytől. Sokan olyan gyengék, mint a szalmaszál, holott a közelükben van az erő kiapadhatatlan forrása. A menny készséggel segít nekünk abban, hogy erőssé váljunk Istenben, és eljussunk a Krisztus Jézusban ékeskedő kornak teljességére. Mennyit növekedtetek lelkiekben az elmúlt esztendőben? Melyikünk vívta ki sorozatban a drága győzelmet? Kinek az életéből tűnt el az irigység, büszkeség, rossz indulat, féltékenység és önzés, és maradtak helyettük a lélek nemes vonásai, a szelídség, türelem, jóság és kedvesség? Ha megragadjuk a felajánlott segítséget, Isten támogatni fog minket. Semmelyik teremtmény nem képes olyan fejlődésre, csiszolódásra és nemesedésre, mint az ember. Az ember nem tudja felfogni, hogy mivé tudná őt formálni az Úr. Krisztus kegyelme által az ember képes az állandó szellemi növekedésre. Ha az igazság és Isten szeretete beragyogja az elméjét és szívét, akkor a Krisztus halála által meghozott kegyelem révén a Föld gyermeke a hatalom eszközévé és a halhatatlanság örökösévé válhat.